Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Világhalmi Sarolta, a Hír TV vezető szerkesztője. Már megszokták, hogy pénteken mindig egy csinos, okos hölgyet kapnak. Csuha Ildikó hétfőn volt, péntek van, most viszont Világhalmi Sarolta van, de ígérem, hogy az előbb említett hölgy is jön hozzánk, a jövő héten ő is itt lesz. Kezi csókolom, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Háborúban igen. Sírnak az anyák. Igen. A társadalom már a meg nem született gyermekek után sóvárog, és nem tudni, hogy még hány áldozata lesz, hisz az újabb mozgósítás Oroszországban tulajdonképpen ágyútöltelékeket soroz be. Nem teljesen értem, hogy hol van az összefogás, hisz az európai tagállamok meg két olyan ország is, amelyik a NATO-nak szeretne a tagja lenni, azokat az orosz besorolásra behívott embereket, akik menekülnek és útlevelük van, nem a harmadik világból, papírok nélkül, útlevelük van, vízumuk van az európai tagállamokban, és nem engedik be őket. Mi ez, ha nem képmutatás? Nagyon sok képmutatás van. Nehéz jó járt Krisztián után megszólalni, mert hogy ez fantasztikus szakértő nálunk is rendszeresen szerepel, és most hallgattam az ez irányú okfejtését, teljesen egyetértek vele. Menjünk le egy kicsit a frontra, és ez lesz a mai műsorunkban a téma. Megjelennek most már a New York Times-ban, nagy amerikai lapok, más nagy amerikai lapokban beszámolók, közvetlen front beszámolók olyan újságíróktól, akik oda jutottak a harctérre. Tehát harctéri tudósítások. Igazi harctéri tudósítások, és azt kell, hogy mondjuk, hogy kezd megváltozni az Egyesült Államokban is a közbeszéd, a narratíva. Nincs az a hurrá optimizmus, és az az egyoldalú felfogás, mi szerint minden rendben, és ott egy, folyik egy háború, és ezt támogassuk. És lehet, hogy a közvélemény is érezni fogja, hogy ez az ő háborújuk, és amit mások hajtanak végre helyettük? Rá fogok térni, vannak új közvéleménykutatások az Egyesült Államokban, 60%-uk utasítja el a háborút immár. 47% egy másik közvéleménykutatásban azt mondja, hogy az Egyesült Államoknak azonnal a békéről kell tárgyalnia, és részt kell vennie a béketárgyalásokban, nem pedig... Részt venni, vezetni azokat. Itt a részvétel volt a kérdés, és csak 37%-a elégedett a mostani hozzáállásával a kormánynak. Ez egy közvéleménykutatás, egy másik, sokkal erősebb számokat hoz. Az azonnali befejezésére szól, utal annak, hogy az azonnali befejezését sürketi. Mostani ennek a amerikai elnöknek háború. Van elég ereje hoz, hogy egyáltalán ezt végrehajtsa? Kellene, hogy legyen, hiszen ő van ugye hatalmon. Az ő megítélése, nem fogalmaznék olyan csúnyán, ahogy a szakértők fogalmaznak, de elég alacsonyan van, ők a békának a hátsó részét említik. Nagyon rossz a megítélése Bidennek, annál is inkább, mert az összes választási ígéretét megszegte, egyebek közt ezeket is, amelyek nem ebbe a háborúba vezették volna az országot. Menjünk vissza a frontra, és mondok két olyan beszámolót, ami nőként és anyaként, de szerintem talán a férfi nézőket is meg fogja döbbenteni. Minden gondolkodó embert. A déli frontról New York Times egyik hadutudósítója a következőkről számol be. A déli fronton való nagy ukrán előrenyomulás úgy néz egyelőre ki, hogy az ottani ukrán harctéri orvosok a következőkről számolnak be. Több száz sebesültből egyetlen egy sem érkezett vissza lőtt sebbel. Csak roncsolt sebekkel, ez azt jelenti, hogy katonai vezetők és katonák pedig arról számolnak be, hogy azt jelenti, hogy a déli fronton nagyon sok esetben úgy küldik be ezeket a fiatal ukrán gyerekeket a harctérre, hogy nincs mögöttük tüzérségi fedezés, fedezett. Tehát gyakorlatilag ez egy daráló. Ezt a magyar katonai szakértők is éppen a mai műsorban el fogják mondani, hogy azért nem kapnak lőtt sebet, mert gyakorlatilag, tehát puskával lőtt gólyó okozta sebeket, hanem roncsolt sebeket, mert egy olyan tüzérségi támadásba kerülnek, amiből nincs kijövetel. Ugye Zelenszky napi 50 áldozatról beszél, közvetlen harctéri tudósítások arról szólnak, hogy egy déli, egyetlen déli falunál egyetlen
falu elfoglalására tett kísérlet több száz áldozatot ukrán áldozatot jelentett. A falut nem is sikerült az orosz erőktől visszafogni. Egész más a helyzet északon, de ez a déli front. És hát, tehát akkor ezek szerint ez egy fake news, hogy az oroszok abszolút le vannak gyengülve, és hogy utánpótlás hiányában vannak, hogy nincs lőszerük. Utalt erre az előbb Jójár Krisztián, ebben én nem, azért nem foglalnék állást, mert két külön dologról beszélünk, azt viszont a harctéri tudósítások elmondják, hogy az oroszok nagyon jól felkészültek erre az ellentámadásra, nagyon erősen megerősített védelmi állásaik vannak, amelyeket ezek a gyalogsági támadások nagyon nehezen tudnak elfoglalni, és ilyen bérállapot. Tehát akkor nem az amerikaiak által nagyon kiképzett, hanem egyszerűen szerencsétlen ukrán fiatalokról van szó, akiket felszerelés nélkül és kiképzés nélkül küldenek a harcba. A 3 hetes kiképzés a beszámolók szerint már nincs meg a 3 hetes sem. Az egy légoltalmi kiképzésnek is kevés. És a legborzasztóbb benne, hogy az ottani kvázi zsoldosok, tehát az amerikai katonák arról számolnak be, hogy, és ezek is amerikai lapokban megjelent beszámolók, hogy az is nehezíti és növeli a veszteségeit az ukrán csapatoknak, hogy nagyon jó a kommunikációja az ukrán vezetésnek, és előre pontosan beszámolnak a terveikről. És ez megkönnyíti az orosz az orosz védekezést. Tehát úgymond a saját vezetésük evel a nagyon erős propagandával, amelyel úgy a fegyvereket kér, nehezíti meg az ő dolgukat, nem is kicsit. És hát akkor legyinthetnénk a háborúra. Azért ez most nézőinket kicsit megrázza, az ön által mondottak, ezek ugyan tényszerűek, de hát ez egy új perspektívát, egy új képet ad a helyzetről. Azt szoktuk mondani mi a műsorban, ugye a hírtévében, a Háború Ukrajnában című műsorban, nagyon vigyázunk arra, hogy se pró, se kontra ne legyünk elfogultak. De hát ezek a tények azért nagyon kemények. Muszáj ezeket a tényeket elmondani, mert talán a közvélemény elkezd azon gondolkodni, hogy nem ukrán párti vagy orosz párti legyen, hanem békepárti nagyon gyorsan. És elkezd nyomást gyakorolni talán a kormányokra. De amiket most elmond, az tulajdonképpen megerősíti az én első perctől véleményemet, hogy ez nem a mi háborunk, és akinek azonnal le kell ülni és rákényszeríteni az oroszokat a tárgyalásokra, az Amerika. Hisz Amerika akarva akaratlanul szerves részvevője ennek. Ezt nagyon keményen kimondják a mi szakértőink is, most már február 24-e óta, mióta kitört a háború, ez egy proxy háború. Tehát ez egy proxy háború, és az ukránok, és a környezet, és most már lesz a világ is szenved tőle. 3 percünk van hátra, azért tegeződünk, mert 1000 éve ismerjük egymást, ugyanúgy még nincsen 1000 éves, de én már annyi vagyok. A 8. európai szankciókról fognak hamarosan tárgyalni. Na most a szankciókkal problémák vannak, ezek a szankciók inkább a mi saját lábon lövésünkről, az unió tagállamainak a saját maguk ellen hozott szankciói. Hogy lehetne ebből kimászni? Gyorsan mondom, az eddigi energiaszankciók, tehát az eddigi energiaszankciók 158 milliárd eurónyi nyereséget hoztak Oroszországnak. Ezt még kimondani is sok. Miközben az Európai Unió országai a szankciók bevezetése óta 1000 milliárd euróval fizettek többet ugyanazért az energiáért, amelyet korábban megvettek egy jó áron. Eddig az olaj ársapka bevezetése, amiről most fognak tárgyalni, egyelőre beláthatatlan anyagi következményeket fog hozni Európának. Nem Oroszország térdel le ebben a szankciós politikában, Európa térdel le, és hamarosan hason is fogunk feküdni, ezt már az IMF is. Sarolta, van még 2 percünk, és én most kérdezem öntől, mint egy politikában résztvevő, minden nap ezzel foglalkozóval, mi lenne akkor, hogyha tűzszünetet hirdetnénk itthon, a magyar társadalomban? Mi lenne, hogyha a vezető pártok egymásnak békülő jobbot nyújtanának átmenetileg? Tehát addig, ameddig ennek az egész gazdasági világválságnak és háborúnak vége van, addig én tudom, hogy ez utopisztikusan, gyerekesen hangzik, de hát egy az út, hogy élve maradjunk, hogy az idősebbek ne fagyjanak meg, hogy a gyerekeknek legyen mit enni. Azt mondják, hogy én ezt eldramatizálom, de nekem úgy tűnik, hogy erre azonnal megoldás kell.
A kormánypárt azt állítja, hogy ők már többször próbálták, és nagyon nehéz olyan képviselőkkel, akik ugyan magyar útlevéllel rendelkeznek, de nem azokat az érdekeket képviselik a kormánypárt szerint. Én meg úgy érzem, hogy talán újabb próbálkozást kéne. Muszáj lesz. A katonai szakértők taktikai atomfegyverek bevetéséről beszélnek már. Én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben ezt nem voltunk. Ezt hívják az én szótáramban, hogy harmadik világháború. Így anélkül, van. Hogy nézőimet sokkolni szeretném. Én úgy gondolom, hogy lehetnek megbízások, politikai megbízások innen vagy onnan. Most az a helyzet van, ami még nem volt. Talán a második világháború sem volt ilyen. Most pont ennek van az ideje. Egy olyan a taktikai nukleáris fegyvereket úgy képzeljék el, mondjuk amit az amerikaiak ledobtak Nagasakira, az nekünk untig elég, és aki ledobná, az elfelejti, hogy ez neki is öngyilkosság, mert ő rá is visszaszáll. Így van. Itt most azt hiszem, hogy ennek van az ideje, és ez már nem utopisztikus. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra. Az elmúlt szűk negyed órában a Hír TV vezető szerkesztőjét, Virághalmi Saroltát látták és hallották. Többször hívjuk majd, tényekről beszéltünk. Nem azért, mert önöket sokkolni akartuk, ellenkezőleg azt akartuk, hogy önök tisztán lássák, és béküljenek ki a szomszéddal is, azzal a családtaggal is, aki tulajdonképpen a politikai paletta másik részén áll, hisz mi egy család vagyunk. Ma pénteken, amikor Sabbat Shuvá van, a Jom Kippuri bepecsételés előtt valotti utolsó szombat, a szombatok szombatja, akkor tegyenek egy lépést, ugye a politikai pártok képviselői és az emberek. A kalauzzal, ja már nincsenek kalauzok, a sofőrrel, a taxisofőrrel, a troli vezetővel, a sarki fűszeressel, ember az emberrel, nekünk ezt túl kell élnünk. Veszteségek nélkül, lelki és gazdasági veszteségek nélkül. És akkor jöjjön egy általam vélt objektív híradó, fogadják szeretettel, és akinek építő jellegű véleménye van, mondom építő jellegű, hogyha nem tetszett, akkor nézzék meg még egyszer, és lehet, hogy rájönnek, hogy igazam volt a híradó szerkesztésében. De hát akkor írjanak nekem, telefonálni szabadkor ne telefonáljanak, és éjfél után sem, mert másnap morcos leszek, és álmos is. Elviselhetetlen, és azt tudják, hogy nem jó, nem nekem, meg nem önöknek, tehát fogadják szeretettel, és utána jövünk vissza, már is mondom a kínálatunkat, Deák Daniel, Szabadai Viktor, Seres Attila, és utána a megszokott péntek délutáni műsorok. Tartsanak velünk, köszönjük Virághalmi Saroltának ezt az érdekfeszítő beszámolót és elemzést, és jöjjön a híradó, utána jövünk vissza. Köszönöm. Köszönöm.